mi ez, de jó nagyon. Elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Fájása édes, hadd fájjon hagyom. Ha balgaság, ha tévedés, hát legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Juhász Gyula költőnk Szerelem című versének részletével köszöntöm a kedves házasulandókat. Sáfrán Mária, szertartásvezető vagyok. Legjobb tudásom szerint igyekszem, hogy életetek nagy napja örök emlék maradhasson, melyre sok-sok év múlva is boldogan és büszkén emlékeztek vissza. Adni és örömet szerezni a legszebb dolog a világon. Ezt leginkább az egymás iránti szeretettel tudjuk kifejezni. Ez a szeretet, amely megnyilvánul két ember között, a legszebb, melyet szerelemnek nevezünk. Ez a szeretet, mely szívetek legmélyéről jön, és összekovácsol benneteket, melyben benne van a tiszta, van a tisztelet, együttérzés, odaadás, az egymás iránti megbecsülés és bizalom. Az a bizalom, mely alappillére a kapcsolatnak, amikor tudjátok, hogy bátran kimondhattok bármit, nincs miért falakat húzni, másnak mutatni magad, mert vele, mellette bátran vállalhatod önmagad. Nincs szükség játszmákra, mert az, akit szeretsz, ő a másik feled. Érzi a mosolyod, a bánatod, minden rezdülésed. Már egy pillantásodból ért és érez téged. Hiszen nem te és ő van, hanem ti együtt. Ezek azok az érzések, melyek képesek két útból egy utat csinálni, melyen közösen haladhattok tovább. Ennek megnyilvánulása az, amikor a világ előtt is felvállalva és kinyilatkoztatva úgy döntötök, hogy a házasság útjára léptek. Ezen a közös úton haladva az élet nyújtotta boldogságot és örömet duplán élhetitek át egymás által, míg az esetlegesen fellépő nehézségeken megosztozva könnyebbé válnak a terhek is, hiszen ott van az a bizonyosság, hogy nem vagyok egyedül. Itt vagy, és én itt vagyok neked. Ezáltal érzitek, és tudjátok, hogy mindig és mindenben számíthattok egymásra. Szertartásvezetőként arra törekszem, hogy az általatok elképzelt szertartást megvalósítsam. Minden erőmmel azon vagyok, hogy személyre szóló, meghitt és egyedi ceremóniával tegyen ünnepélyessé életetek legszebb napját. A legnagyobb öröm számomra, ha valóra várhatom az elképzeléseiteket, mert adni az egyik legszebb érzés a világon. És én szívem minden szeretetével azon vagyok, hogy örömtelivé tegyem számotokra ezeket a perceket úgy, hogy sok-sok év múlva is boldogan emlékezzetek vissza rá. Amennyiben felkeltettem érdeklődéseteket, kérlek, forduljatok hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken. Várom megkereséseteket, hogy a nagy napotokat igazán egyedivé és különlegessé tehessem.